És tudta nagyon jól, hogy ez a megalázott, rabszolga népnek ez a társadalmi helyzete időleges. A jövő az övüké. Ámen. És így nézél Isten népére, hogy a jövő az övüké. Nem azok, akik kevékednek és a biológiai élettel kapcsolatosan kérkednek, a hatalmukkal, pénzükkel, stb., és nem vállalják se az Ura nevét. Se, se a ha a szájukra mondják a kereszténységet, az se őszintén, az se igazán mondják. Tehát ne ezekre nézél, hanem tél az Isten népe általában mindig, eddig a történelemben kivételek voltak természetesen, de soha nem az elithez tartozott hanem a legtöbbször megvetett, jogfosztott állapotba, státuszba éltek, és nagy áldás volt számukra az, amikor nem volt jogfosztottság, hanem voltak jogaik, de akkor sem az elithez és az uralkodó osztályhoz tartoztak, és Pálapostól ezt mondja, hogy a nemteleneket, a nincseket, a senkiket választotta ki Isten, hogy a valakiket és az előkelőséget megszégyenítse. Bizony, ez a törvény most is áll. Úgyhogy döntsd el, hogy mit akar csinálni az életben. Dávid nem azért lett nagy, mert elithez akart tartozni, hanem ő az Isten népén akart segíteni, és Isten népét akarta megáldani. Mózese azért lett nagy, mert az elithez akart tartozni, hanem azért lett nagy ember, Azért lett óriási szellemi óriás, mert Isten népével való együttnyomorgás sorközösséget választotta, és lemondott a bűnnek ideig való gyönyörűségéről, élvezetéről.